Köszöntöm a kóborló nézőit! Mai adásunkban a hőlégballonok világába nyerünk bepillantást, szálljanok velünk! Az ember ősidők óta körülbelül már a kerék feltalálásától számítva meg annyi alkalommal és formában próbálkozott elrugaszkodni a földtől és repülni. Érdekesség, hogy amíg az első repülőgép megépítése a Wright fivérek nevéhez fűződik, és az 1900-as évek elején valósul meg, addig a hőlégballonozás már az 1700-as években, ha lehet így fogalmazni, megkapja a felszállási engedélyt. Az első működő és használható hőlégballon a francia Montgolfier fivérek nevéhez fűződik, az ők ballonjuk több sikeres repülést megtett többek között Párizs felett. Ebben a korban egy kisebb fajta csodának számított ez az új, levegőt meghódító találmány. A repülőgép megjelenése után aztán háttérbe szorult a ballonok iránti érdeklődés, de a 90-es évek közepétől újból reneszánszát éli a ballon. Sokat elárul már az is, hogy ballonnal jártak már több mint 30 kilométeres magasságban is, a 90-es évek elején pedig egy húzamban már 10.000 kilométert is sikerült megtenni. Majd 1999-ben léggömbbel megtették az első világkörüli utat. Verne Gyula szerint 80 nap lett volna ehhez szükség, de volt, akinek ez 19 nap, 21 óra és 55 perc alatt is összejött. Azóta meg már szinte nincs is lehetetlen a ballonozásban. Bizonyára nézőink között alig halkad olyan, aki nézőként legalább egyszer nevet volna részt a Vármezei Hőlégballon Fesztiválon. Stábunkkal a ballonos utazás ötletén felbuzdulva felkerestünk egy ballonpilótát, akiért mindössze a Székelyudvarhely melletti Farcád nevű településre kellett utaznunk. Honnan jött az ötletet, hogy mondjuk inkább neki beállj egy foci csapatba, vagy neki fogjál sakkozni, és jött az inkább, hogy hőlégballonozol. Ez mikor jött ez az ötlet? A feleségemmel 11 évig Dániában éltünk, és folyamatosan kerestük azt a dolgot, ami minket haza tud húzni. Mind foglalkozásilag, mind ugye anyagilag, hogy itthon megéljünk valamiből. És hát voltak ilyen-olyan ötletek, de igazából semmi nem volt az az igazi, amire azt mondjuk, hogy na ez igen, ez most jó lesz. És feleségem várandós volt a kisfiunkkal, és készítette el a babaszobáját. És összeraktuk a kis ágyat, kezdte ragaszgatni a falakat, és teleragasztott a hőlégballonnal. Nem volt akkor semmi, tehát nem így jött hirtelen az ötlet, hogy én most megláttam. Eltelt egy kis idő, a kisfiú megszületett, és akkor olyankor az ember átértékeli a dolgait. És eszembe jutott, hogy mikor gyerek voltam, az iskolába kérdezték valamilyen okból a tanárok, tanítók, hogy szülők foglalkozása. Ugye külföldön fizikai munkát végeztünk, és akkor úgy belegondoltam, hogy ha majd a fiamat is megkérdezik, hogy apja foglalkozása, mit fog mondani. És akkor így a két kép összeállt. A falakról a hőlégballon, és hogy milyen jól hangzana, ha azt mondhassa a kisfiam, hogy az apja pilóta. És innen aztán tovább gondoltuk. Megvolt az ötlet, de gondolom ez nem úgy van, hogy veszek egy hőlégballont, ülök bele, és repülök. Kellett iskolát végezni? Így van. Komámmal, Kovács Gyulával terveztünk, osztottunk, szoroztunk. Kicsit meghökkentünk, amikor megláttuk, hogy mennyibe kerül egy hőlégballon. De nem szegte kedvünket, aztán mindent, ezt is megoldottuk. Az interneten kerestünk oktatás után, hogy ugye ballonpilótát nem igen tud az ember alkalmazni Romániában, mivel csak talán 18 ballonpilóta van összesen az egész országban. És felkerestünk magyarországi oktatókat, ők elvállaltak minket szívesen, elkezdtük az elméleti oktatást, először le kellett abból vizsgázzunk, tehát volt az elméleti képzés, akkor pont ugyanúgy, mint a sofőriskolában, aztán a kimenő vizsga az iskolából, hogyha azt is megcsináltad, akkor felterjesztettetek a Nemzeti Közlekedési Hivatalhoz Magyarországra vizsgázni. Ami 6 óra 50 perces vizsga, 9 tantárgyból, többek között
Hát ami a legfontosabb a balon szempontjából, az a meteorológia. Arra is fektetik a legnagyobb hangsúlyt, mivel nekem hobbim, el is vártam magamtól, hogy az a 100%-os vizsgát tettem meteorológiából. Repülés, elmélet, légijog, navigáció, 9 tantárgy összesen. Nem volt egyszerű. De az ott megszerzett pilóta engedély az egész Európai Unió területén érvényes. Alig egy év alatt sikerült megszerezni az engedélyt, amire a vizsgarepülést Magyarországon abszolválta Arnold és barátja Gyula is. Meglett mondjuk akkor most már hivatalosan is pilóták lettetek, mi volt a következő lépés? Hát a következő lépés az van egy olyan úgynevezett repülés folytonosság. Ez egy követelmény mind balonpilótának, mind pedig a hőlégballonnak is. Tehát hogy is van, évente egy balonpilóta minimum 10 órát kell repüljön, úgy tudom, hogy folytonos balonpilóta se lehessen. Hogyha ezt nem repülöd meg, akkor újra kell valami különbözeti vizsgát csinálni. Hát megvásároltuk a hőlégballonokat, most van folyamatban a beiratásuk, már nagyjából kész vagyunk vele. Ezek sem egyszerű dolgok, eléggé döcög, viszont lassan, de biztosan haladunk. Egy kezdő pilóta 100 repült óráig maximum 3400 köbméteres kupolával ellátott hőlégballont vezethet. Arnold ballonja is ebbe a kategóriába sorolható. Romániában nem található hőlégballon gyártó, sőt még Magyarországon sem. Hozzánk legközelebb Csehországban a Kubicseknél gyártanak ballonokat. Ezen kívül még az Egyesült Királyságban, Németországban és Spanyolországban készülnek ballonok. Kapaszkodjanak meg, hiszen egy ballon árából simán lehetne egy szép házat vagy egy remek sportautót venni. Több 10 000 eurós nagyságrendű összegre lesz szükségünk, ha egy saját ballont szeretnénk, ami mondjuk a kerítésünkön kívülre is el tud majd szállítani. Nem tudom, hogy önöknek feltűnt-e, hogy akár itt nálunk a Várvezei Hőlégballon Fesztiválon, akár másutt, ahol ilyen lehetőség adódik, csak reggel is este lehet repülni. És ez nem az aludni nem szerető pilóták miatt van így, sokkal inkább meteorológiai muszájból. Mivel télen lehet napközben is repülni, hogyha az időjárás megengedi. Tavasztól őszig viszont nem lehet, mert vannak úgynevezett termikek. Ez meteorológiai jelenség, amikor a nap felkel, elkezdi melegíteni a talajt, és minél nagyobb szögbe kezdi el melegíteni a talajt, annál erősebb a napnak a sugárzása. És konkrétan a talajon ilyen hőbuborékok keletkeznek, ami aztán nő, dagad és dagad. Ezek láthatatlan jelenségek, de egy idő után elszakad a földtől. Körülbelül napfelkelte után 2-3 órával kezdenek ezek elszakadni. És amikor egy ilyen hőbuborék elszakad a földtől, az olyan minimum 4-5 méter per szekundumos sebességgel, vagy még több, elkezd fölfelé áramlani. Tehát ezek óriási légtömegek. És ha egy ilyen úgynevezett termékbe mi a ballonnal belekerülünk, az nekünk veszélyes tud lenni, mert akaratlanul fel fog minket emelni. És ezek a termékek felmennek a homoszféra tetejéig, 10-12 ezer magasságig is. És a ballonnal meddig lehet felmenni, hogy biztonságos legyen? Ballonnak nincsenek felső határai, hogyha a légtér nincs lekorlátozva, akkor lehet menni. Tudnélik, igaz, hogy nem hőlégballonnal, de gázballonnal tette meg az ember a magassági rekordokat is, nem pedig repülővel. Az ideális repüléshez Arniék 60 fokkal kell melegebbet csináljanak a ballonban, mint a külső légtérben mérhető hőfok, és mivel a ballonok max. 100-120 fokos hőt bírnak el, érthető, hogy plusz 30 fokban nem igazán kockáztatják a ballon épségét a pilóták. Emiatt maradt továbbra is az a felállás, hogy aki repülni akar, az vagy reggel, vagy este fog. A lényeg, hogy minél hidegebb van kint, annál nyugodtabb lesz a repülés. Az átlagos repülési hőmérséklet, ami a ballonban lenni szokott, az 40 foktól megközelítőleg 100 fokig terjedhet. Tehát a hőlégballon egy irányíthatatlan légijármű, csak a magasságot tudjuk szabályozni pontosan, úgy, ahogy mondod. Láttam más hőlégballonokon is, gondolom a tiéden is, vannak különböző nyílások, oldalt is, felül is. Ezeket kicsit elmagyarázod, hogy mik azok? Igen. Tehát a standard tartozéka egy hőlégballon kupolájának az a dugó, ami a legfontosabb. Tehát a hőlégballon kupolájának a teteje effektív nyitott, felállításkor tépőzárakkal rögzítjük ezt, amikor felállt, megcsináljuk a dugópróbát, a kötéllel
lehúzzuk, az ott kinyillik, a tépőzárak elválnak egymástól, és azzal a lendülettel el is engedjük a kötelet, egy fűtésre rásegítek, és az pedig a helyére áll. Tehát elcsavarodik, a tépőzárak már nem kerülnek vissza a tépőzárakhoz, és így a helyére kerül a dugó, bezár. Repülés közben, hogyha akaratlan emelkedés következik be például, akár pilóta figyelmetlenségből, vagy akármilyen másokból, akkor én ezzel tudom szabályozni, meg tudom állítani az emelkedést, hogy úgymond szellőztetésnek hívjuk. Kiengedek meleg levegő, és megáll a leszálláskor, viszont mindig használjuk, mert így ezzel állítsuk meg a földön a kupolát, hogy ne vigyen tovább minket a légáramlat, és bontáskor is, amikor a kupolát le akarjuk engedni, akkor ezt a dugót kihúzzuk, koronakötéllel egy vagy két ember húzza le a kupolát, és szépen lefekszik. Arnold ballonja alig pár hónapja érkezett meg, de már túl vannak a tesztrepüléseken, és már több turistát is felreptettek. Egy repülés közel egy órát tart, és maximum 4 ember tud a forcádi fiatalemberrel tartani. Az elmélet átbeszélése után, korán reggel, mert ugye ekkor kell, elindultunk az autókkal a helyszínre, aminek kiválasztása, mint kiderült, erősen a széljárásának függvénye. A fiúk farcától nem messze egy tiszta terepet választottak ki, és kezdetét vette az autó és utánfutó kipakolása. Én pedig teljesen laikusként csak kerülgettem őket és figyeltem. Elsőként a kosárra szerelték fel az égőket tartó oszlopokat. Innen jegyezném meg, hogy ezek az oszlopok szerintem elég vékonyak voltak. Persze a srácok megnyugtattak, hogy kellően merevek és erősek azok. Aztán rögzítették az égőket a keretre. A palackokat elhelyezték a kosárban, majd összekötötték az égőkkel. Majd jött... Égőpróba! Ezt követően megdöntötték a kosarat és elkezdték a kupola kibontását, majd rögzítették azt a kosárhoz. Majd előkerült egy motoros ventilátor is, ami elsőként hideg levegővel kellett megtöltse a ballon belsejét. A ballon lassan kezdett alakot ölteni, majd belemásztunk a belsejébe, Arnit és Gyulát utánozva, azzal az elgondolással, ha nekik szabad, akkor nekünk is. Érdekes volt bent a látvány, mintha csak egy buborékban lettünk volna, ahová kellemesen beáramlott a hideg levegő. Majd jöttek az égők és hamar talpra állították a piros monstrumot. De ekkor már gyorsan be kellett szállni a kosárba, amit nem két vagy három emberes tábnak terveztek tele kamerákkal, de azért elfértünk és már szálltunk is az ég felé. A levegőben milyen magasan pontosan? Most már csak 250 méteren, de 700 méterről ereszkedtünk most le. Jó, egy kicsit mesélj el, hogy mit láthatunk itt a kosárban, milyen felszerelés van, mit kell tudni a meghajtásról. Hát a ballonnak ez az egyetlen műszere, úgynevezett flytech, egy variométer, hőmérő és magasságmérő. Ezt a hármat tudja ő, mutatja az aktuális magasságunkat, az aktuális légnyomáshoz viszonyítva, a kupolával lévő meleg levegő hőmérsékletét és az emelkedési, illetve süllyedési sebességünket, az a varió. Értem. És akkor most hol vagyunk jelenleg, mi fölött a nézőknek mondjuk-e? Jelenleg Székelyudvarhely és Farcát között repülünk. Mit kell tudni ezekről a meghajtókról? Hát ezek a ballonnak a tartozékai az égő, ami az egyik legfontosabb a kupola után. Ezek 3800 kW-os égők egyenként, és ebből kettő van, tehát 7600 kW összehasonlítva egy átlagos erősségű autóval, például egy 136 lóerős, ami 100 kW-os, ez 7600 kW. Mi a... És milyen gáza vagy mivel hajtjuk? Ezt sima LPG, folyékony propán butángáz.
igaz a mondás, hogyha felszállsz hőlékben, az is sose tudhatod, hogy hol szállsz le? Ez biztos, hogy igaz. Tehát felszállunk A-ból, az is biztos, hogy B-be szállunk le, csak a B az ismeretlen abszolút. Értem. Igen. Hát de nagyjából tudjuk az irányt. Felszállás előtt felengedünk egy héliumos lufit. A héliumos lufi mutatja a várható haladási irányunkat. Általában sose arra repülünk. Pilótának minden egyes repülés egy kihívás. Ez nem úgy van, mint egy műszer szerinti repülés, mint egy IFR, úgynevezett IFR, hanem mi látva látás szerint repülünk, nem műszer szerint. Minden egyes repülés egy balonpilótának egy kihívás. Soha nem ugyanaz a terhelés, soha nem ugyanaz a hőmérséklet, soha nem ugyanaz az irány, a terep. Kicsit beszéljünk a kosárról. Mekkora kosarak vannak, ez jelenleg mekkora? Ez körülbelül 120-155 centi. Ez egy kényelmes méretű kosár, könnyű szerkezetű. A szerkezete inox, van egy inox rámája, és ez valami ilyen ázsiai bambusszal van befonva. Hát a maga a kosár csak 77 kiló. Ez azért kellett gondolom, hogy van húzva, hogy könnyebb legyen. Nálunk igen, a terhelés szempontjából minden egyes kiló számít. A mi repülésünkre 3 palac gázt pakolt be Arnold, ami 120 liter folyékony gázt jelent. Fent a levegőben aztán ennek a repülőcsodának az ára is kiderült. Arni elmondta, hogy a teljes felszerelés, hogy élvezhetően használni lehessen, olyan 60 ezer eurós befektetést igényel. És honnan tudod, hogy mennyit tartsad a kezed a gázon? Ezt tanultuk. Ezt kell megtanulni. Igen, ez nagyon jó érzékel, mert körülbelül 15-20 másodperc a reakció ideje. Tehát én most előre kell gondolkozzak, hogy 20 másodperc múlva mi fog történni, és azt kell most megcsináljam. Aha. Kicsit olyan, mint a sakk. Előre kell gondolkozni. Előre kell gondolkozni, igen. Egyetlen egy fűtés sem véletlen részemről. Minden egyes fűtés, ha egy picivel rövidebb, ha egy picivel hosszabb, ha két rövidebb, ha egy hosszabb, annak oka van. Forgatásaink során gyakran kerülök kiváltságos helyzetbe, most sem volt ez másként, hisz Arni nekem is megengedte, hogy egyet gázoljak. Na de nem szálltunk attól jobban el, maximum én egy picit. De aztán hamar visszarángattam magam a levegős valóságba, és megkérdeztem, hogy esőben lehet-e hőlégballonozni. Arni nem is próbálta leplezni, hogy jól szórakozik a kérdésen. Azt válaszolta, hogy lehetni lehet, de nem érdemes. Az van, hogy eső esetén a balon nagy felületére érkező víz természetesen mind lefolyik a balon aljára, aminek végén a kosár van, amiben pedig mi ücsörgünk. Szóval értelemszerűen pár száz méter magasan egy hideg zuhany senkinek sem hiányzik. Leszállásnál mindig figyelni kell arra, hogy a kupolát akadálymentes felületre lehessen lefektetni, hogy a kosár közel legyen az úthoz. Azt is megtudtuk, hogy 100 repült óránként vagy évente egyszer revíziós vizsgára kell vinni a ballont. Amíg vártuk, hogy a ballonból kiürüljön a meleg levegő, beszélgettünk Arnolddal, és az izgalomtól meg az élményektől elvakulva nem vettük észre a tőlünk jobbra kóricáló csapat szarvas tehenet. Miután összepakoltunk mindent, azt hittem lejártak az izgalmak, mint kiderült, tévedtem, ugyanis még jött egy beavatási szertartás. Adománylevél Dósa Medárd Árpád részére, az első ballonrepülés alkalmából. Első légiutazást 1783-ban tette meg az ember hőlégballonon. Csodálattal adózva a cselekedet nagysága előtt, 16. Lajos francia király a két bátor pilótának nemesi címet adományozott. És birtokul adományozta mindazt a földet, amit a ballon kosarából légi utazás során láttak. Évszázados hagyománynak adózunk azzal, hogy élete első ballonutazását megtett utasunkat, társunkká fogadjuk.
Én, mint a Yankee Romeo 9019 Lajstrom jelű hőlégballon kapitánya, légjáró őseinktől szerzett jogomnál fogva, első ballonutazásod alkalmából társunká fogadunk. Érezd magadénak ettől a naptól kezdve azt a földet, amely felett utaztál, birtokod az már 10 cm-rel a föld felett. Tartsd meg törvényeinket, és légy a társunk. Hatalmas birtokhoz nemesi előnév és előjogok is járnak. Hogy utazásod emlékezetes legyen néked, a gróf csendesen felszállósi, de udvarhelyt majdnem átrepülési előnevet adományozom. Megjelöllek téged a tűz jegyével, amely minket a magasba emel. Ne figyelj. Te most mit célsz? Ezt te csináltad? Megjelöllek téged a föld jegyével, amely minket mindig visszafogad. Megpecsételem mindezt a balonosok italával, amely bennünket összefűz. Húzd ki magad. Mit? Ne, most ez komoly! Jó! Előneved, melyről balonos társaid felismernek, viselt becsülettel, és soha el ne feledd. Tanúsítvány, mi a Yankee Romeo 9019 lajstromelő hőlégballon kapitánya és személyzete tanúsítjuk, hogy a mai napon ősi szokásaik szerint téged felavattunk, és néked a fenti előnevet adományoztunk. 2020. február 17. Pete Arnold balonpilóta. Gratulálok! Köszönöm szépen! Kapitányom! Gratulálok az első repülésedhez! Köszönöm! Leszámítva, hogy megégették a hajam, nyakamba pezsgőt öntöttek és fűvel megszórtak, örültem, hogy befogadtak a hőlégballonosok világába. Határozottan jelentem, hogy a magasban csöndesen és lassan szállni, álomszerű tájban minden fájdalom csillapított és nyugtató hatású gyógyszert megér. Egy szóval egyedi és biztosíthatom önöket maradandó élmény a levegőben lenni. Nem hétköznapi tevékenység ez, és lélegzetel állító élmény a magasságban lebegni. Most már értem, hogy miért ilyen látogatott a térségünkben megszervezett hőlégballon fesztivál. Köszönöm a figyelmet, további jó tévézést, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a The Man férfi ruhásüzlet biztosította. Megtalál minket Szovátán, a placcal szemben. The Man, a férfi divat otthona.